A Legyes Bényei Jézus szíve templomban június 26-án búcsúra várták a híveket. Az 1902-ben épült helyi római katolikus templomot Jézus Szent szíve tiszteletére szentelték fel. A szentmise előtt a hívek körmenetet tartottak, amelynek keretében egyházi énekeket énekelve vitték körbe Krisztus titokzatos testét, az oltári szentséget. Ezután a szentmisét Rácz Bertalan, római katolikus plébános celebrálta. A szentbeszédben elhangzott az, hogy Jézus szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. Magát, az Isten ünnepeljük ilyenkor, de úgy, ahogy a szívének szeretetét kívánjuk. Fejezte. Jézus szíve, Isten emberélet fiának a szíve, a megváltó, isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a szentélek elküldését és a szentség forrását, erejét. A plébános felhívta a figyelmet arra, hogy mit várhatnak azok az emberek, akik eltávolodnak Jézustól. Elhangzott az, hogy sokszor elégedetlenkedünk, gondjaink, problémáink van. Annak folyamatosan keressük az öröm pillanatait, azonban elzárkózunk attól, hogy közeledjünk Jézushoz. A templombúcsún részt vett lengyelné a polgármester is. A római katolikusok örömmel voltak részesei a Jézus szíve templombúcsúnak legyes pényén.